Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet. Azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogy hogyan kezeli az illegális migrációt Svédország, Horvátország, valamint Ukrajna. Nézzük először Svédországot. Az előregedő lakosság és munkaerőpótlás volt a célja az észak-európai országok politikai vezetőinek az elmúlt évtizedekben. Ehelyett azonban a migrációnak szinte csak a negatív hatásai mutatkoztak. Svédországban a migráns bandák kapcsán a rendőrség legfrissebb adatai szerint 2023-ban eddig már 91 robbantást hajtottak végre Svédországban. Ez több, mint tavaly egész évben. Most Cser Attilát, skandináviai tudósítónkat kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Attila, milyen tendenciát látnak e tekintetben a szakértők? Egyáltalán a rendőrség, a hatóságok mit tudnak tenni a migráns bűnözés ellen, és a lakosság mindenre hogyan reagál? Milyenek a reakcióik? Köszöntök mindenkit! Ahogy te is mondtad, eddig 2023-ban már 91 robbantásos merénylet volt a migráns bandák között, egymás területéért harcolnak, és az ellenfeleket próbálják kiiktatni így módon. A tendencia emelkedő jellegű, mutatnak rá szakértők, 2022-ben Svédország egészét tekintve 90 robbantásos merényletet követtek el, szinte mindegyik a migrációhoz, illetve a migráns bandák háborújához köthető. A rendőrség állítólag keményen dolgozik, de minden egyes robbantás vagy tragédia után sajnálkozó politikusokat hallhatunk, akik ugyan kifejezik együttérzésüket, és komoly szankciókat, megoldásokat ígérnek, de egy jelentős, kemény áttörés a svédeknél nem következett be. A Svédországban a legnagyobb probléma, hogy azt az 54 érzékeny migráns területet, amelyet 2023-ig főként külföldiekkel telepítettek be, és nagyon sokak a közelkeretről érkeztek, ezeket a területeket szinte nem lehet már kezelni. Volt egy szakértő, aki azt mondta, hogy ha a bevándorló lakosság meghaladja az összlakosság 10%-át, akkor elveszett a játszma. Tehát ez azt jelenti, hogy a bevándorlókat nem fogják tudni integrálni. Erre reagált Dánia például, hiszen a dán kormány szétverte a migráns gettókat, és széttelepítette azokat, akik együtt egy embercsoportból egy helyen éltek, próbálták őket integrálni mindenféle módon. De hogy visszatérünk a svédekhez, a rendőrség állítólag sikeres volt, hiszen ez a 2023-as 91 robbantásos merénylet nagy része délen történt, 21 történt a stockholmi régióba, és a többi pedig a nyugati régióba. Állítólag a stockholmi rendőrség, ha nem akadályozta volna meg a robbantásokat, akkor 57 robbantásos merénylet történt volna a svéd főváros területén. Egyébként ezeket a merényleteket kizárólag a bandatagok követik el, akik egyre fiatalabbak, hiszen a fiatal migráns lakosság nem integrálódott, az iskolából kihullanak, illetve ezen túlmenően, mivel nem tudnak elhelyezkedni, nagyon gyakran svédül sem beszélnek, az alvilágba próbálnak meg karriert építeni. 2022. augusztusában Malmöben történt egy bevásárlóközpontban egy lövöldözés, ennek eredményeképpen egy 15 éves lelőtt egy 31 éveset, illetve egy ártatlan asszony is meghalt. Azok a lakosok, azok a tínédzserek, akik ilyen lövöldözéseket megtapasztaltak, szinte életük végéig hordozzák annak nyomait. Depresszió, félelem, a tömegbe nem hajlandók menni, az iskolából kihullhatnak, pszichológusra van szükségük. Szóval a svéd lakosság azon része, amely találkozott a migrációnak ezen utóhatásaival, egészen bizonyosan nemet mondana az újabb migráns bevándorlókra, de a politika jelen pillanatban még mindig nem követi a lakosság akaratát. Ezt lehet Svédország egészéről most mondani.
Menjünk tovább, nézzük Horvátországot. A horvát belügyminiszter szerint a tömeges, illegális bevándorlás komoly biztonsági problémát jelent. Horvátország pedig rendkívüli nyomás alatt áll. A 2015-ös migránsválságtól eltérően most többnyire gazdasági bevándorlók próbálnak meg bejutni az országba, akiknek nincs joguk a nemzetközi védelemhez. Zágrábra még nagyobb felelősség hárul a schengeni csatlakozás óta. A külső határok ellenőrzését mintegy 6500 rendőr látja el. A részletekért kapcsolunk Zágrábba Kriák Krisztinához. Jó reggelt kívánok! Mennyire sikerül Horvátországnak kezelni ezt a problémát? Jó reggelt kívánok! Horvátország nem épített műszaki határzárat, amit azzal indokolt, hogy az ország természeti adottságai miatt erre nincs szükség, másrésztről pedig politikailag is érzékeny a téma. A délszláv háború óta Szerbiával nem rendeződött a viszony, és Boszniával is időnként felparázslik a vita. Így miután Horvátország január 1-én belépett a schengeni övezetbe, és megszűnt a horvát-szlovén, valamint a horvát-magyar-ország határ közötti határellenőrzés, az ott védelmet ellátó rendőröket az illegális migránsok úgynevezett mélységi ellenőrzésére csoportosították át. A külső határok védelmét pedig 6500 rendőr látja el korszerű eszközökkel, egyebek között drónokkal és hőkamerákkal. A legnagyobb nyomás a Bosznia-Hercegovinával határos szakaszra nehezedik, ez egyben Horvátország leghosszabb határa is, közel 1000 kilométer. A migránsok főleg Bosznia északnyugati részéből, Bihács környékéről, illetve a Száva határ folyón, csónakokkal vagy a közúti határátkelőkön embercsempészek segítségével próbálnak meg Horvátországba jutni. A feltartóztatott migránsokat a horvát hatóságok visszatoloncolják Boszniába. Azok, akik mégis bejutnak, főleg Szlovénia felé veszik az irányt, majd onnan Olaszországba szeretnének eljutni. Horvátország nem célország a migránsok számára, ezért sokan közülük nem is kérnek menekülstátuszt. Számukra a horvát hatóságok olyan határozatot adnak ki, mely szerint 7 napon belül el kell hagyniuk az európai gazdasági térséget. A leginkább érintett város a szlovén határhoz is közel fekvő Fiume, ahova naponta érkeznek migránsok, akik a pályaudvar körül csoportosulnak. A város vezetés tavaly az év vége felé sátrakat és tisztálkodásra alkalmas higiéniai pontokat állított fel a pályaudvar mellett, a civil szervezetek pedig időről időre ételt is osztanak a számukra. Davor Božinović horvát belügyminiszter még tavasszal azt mondta, minden mutató szerint nemhogy nem mérséklődik a migránsválság, de 2023 első 3 hónapjában a számok magasabbak voltak, mint tavaly, és közelítenek a 2015-ös és 2016-os szinthez, különösen ami a menekült kérelmeket illeti. Horvátországban tavaly 13 ezer nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, idén pedig az év első 3 hónapjában csak nem 8 ezret, az azóta eltelt időszakra vonatkozóan nem közölt friss adatokat a belügyminisztérium. A migránsok számának növekedése miatt a befogadó központok is túlzsúfoltak, ezért sokszor olyan alapvető feltételeket sem tudnak biztosítani, mint az étkezés vagy az egészségügyi ellátás. Horvátország után Ukrajnával folytatjuk, ahonnan az elmúlt 500 nap folyamán főleg a háború elől menekülő emberek érkeztek az Európai Unióba. Azonban az ukrán határőrség napi közleményei szerint a zöld határon a mozgósítást elkerülni kívánó ukrán férfiak mellett gyakran tartóztatnak fel ázsiai migránsokat is. A részletekről K. Debreceni Mihályt kárpátaljai kollégánkat kérdezem. Jó reggelt kívánok! Nos, ugye az ukrán hatóságok naponta közölnek adatokat a határsértésekről, arról is például, hogy többen már a Tiszába is belefulladtak. Mit mondanak, mekkora az unióba irányuló ukrán menekülők aránya, illetve a papírokkal például nem rendelkező ázsiai migránsok aránya? Jó reggelt kívánok! Ukrajna esetében valóban többfajta migrációról beszélhetünk, hiszen a közel 500 napja kitört háború miatt egyes feltételezések szerint legalább 10 millióan hagyták el a hazájukat. Főleg nők és gyerekek, hiszen a hadi állapot miatt a férfiak kis kivétellel nem hagyhatják el legálisan az országot. Ők
Tehát a nők azonban menekülteknek minősülnek, és a határátkelőkön keresztül legálisan lépnek ki Ukrajnából. Az ukrán határőrség sajtószolgálata, illetve a regionális sajtószolgálatai azonban szinte minden nap közzé tesznek olyan közleményeket, amelyben elmondják, hogy az adott nap hányan próbálkoztak illegális határátlépéssel az ország nyugati határszakaszain, moldáv, román, magyar, szlovák és lengyel szakaszokról van szó. Nagyon sok esetben fényképeket is közölnek, de a legtöbbször videókat is készítenek a szervek azokról az akciókról, amikor a nyugatra tartó hatköteles korú férfiakat tartóztatják fel a zöld határon. Őket ilyenkor többnyire szabálysértési eljárás alá vonják, a rajta kapott embercsempészeket azonban akár 9 év börtönre és vagyonelkobzásra is ítélhetik. A szörnyűbb az, amikor a mozgósítást elkerülni vágyók a Tiszába fulladnak. A munkácsi határőrség közleménye szerint például az elmúlt hónapban 3 holttestet is kiemeltek a folyó ukrán-román és ukrán-magyar szakaszánál. Eddig pedig összesen csak nem 20-an lelték így a halálukat. Azonban van fehérgalléros szakirányú bűnözés is. Tegnap például házkutatást tartottak az egyik kormánypárti parlamenti képviselőnél, Ljudmila Marcsenkónál, mert a vád szerint olyan engedélyeket árult $3000, amivel legálisan átléphető Ukrajna határa a férfiak számára is. Ez is biznisz valakik számára. Ami pedig az ázsiai és afrikai illegális migránsokat illeti, őket ugye meg kell különböztetni, hiszen nem az ukrajnai háború elől menekülnek. A hatóságok mostanában már ritkábban, de még mindig beszámolnak arról, hogy olykor afrikai és ázsiai migránsok kisebb csoportokban a zöld határon próbálnak meg Kárpátalján át az EU-ba jutni. A háború miatt sokkal erősebb lett a keleti határszakaszokon a kontroll, abból az irányból kevesebb esély van bejutni Ukrajnába és tovább menni az EU területére. Ehhez a területet jól ismerő embercsempészekre van szükség. Ez az iparág viszont már a háborút megelőzően is virágzó üzletág volt. Az, hogy most kevesebb hírt adnak róla, nem jelenti azt, hogy meg is szűnt. Az ukrán embercsempészek ugyanis szeretnek és tudnak is a zavarosban halászni. Sőt, nemrég például a szomszédos Lengyelországban több olyan ukrán embercsempészt is elfogtak, akik Belarusziából segítettek nagyobb migráns csoportoknak átjutni az Európai Unióba, de arra is volt már példa, hogy Ukrajnán keresztül akarták a migránsok a lengyel-belarusz megerősített határt kikerülni, ami azonban szintén nem járt sikerrel, mert az ukránok feltartóztatták őket. Ez volt a migrációs körképünk. Cser Attilának, Kriák Krisztinának és Kárdebreceni Mihálynak köszönjük szépen!